hagyományt teremtünk. Ugye egy tuba táborral kezdődött ez az egész történet, amit itt Pakson rendeztünk meg a zeneiskolában, majd ez most már több hangszerre is kiterjedt. A mai napon a zenét ünnepeljük, a mai nap a zenéről szól, az időjárás is nagyon kedvező, hiszen, mint látják, megérkezett az eső, az ősz első hírnöke, a tüdő kitágul, könnyebb a fúvósoknak, sokkal több levegőt lehet a tüdőbe szívni, és ezt követően szebben szól a zene, jobban szól a zene, ezt hallottuk ma Paks utcáin is. Kovács Pál, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, a Nemzetközi Fúvós Fesztivál fővédnöke nyitotta meg az év legnagyobb hazai fúvós programját, amely Pakson kívül 6 településen, Gerjenben, Madocsán, Dunaszentgyörgyön, Dunaföldváron, Tolnán és Kalocsán zajlik. A nyitókoncertet augusztus 23-án tartották a Csengei Kulturális Központban. Kovács Zalán László fesztiváligazgató úgy látja, nagy az érdeklődés a komoly zene iránt Pakson és környékén. 2016-ban kezdtük el a programsorozatot, akkor Paks városa fogadta be az eseményt, Süli János akkor polgármester úrként adott meg nekünk minden tőle telhető támogatást, szívügyének tekinti azóta is a fesztivált, ő is minden évben a programjainkon részt vesz, úgyhogy ezt a lelkesedést nem tudom, hogy ő adta tovább, vagy egyszerűen ez a környék ilyen, hogy itt mindenki lelkes, mindenki barátságos, de nagyon szívélyes, meleg fogadtatást kaptunk, és most pedig igyekszünk mi ezt viszonozni, igyekszünk minden évben olyan programokat átadni, amelyre a közönség jön, amelyre a közönség érkezik, és amelyet a közönség szeret. Az Anima Musicae nyitó koncertjére is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Az ifjúsági kamarazenekarral számos neves művész színpadra állt, egyebek között Kis Gyé László tárogató művész, Kis Zoltán és Vér Mátyás harsona művész, Farkas Ferenc kürt művész és a tuba művész fesztiváligazgató sem maradt ki a fellépők közül. A fesztivál egyidejűleg több fúvós tábornak is helyet ad, amelyekben összesen mintegy 200-an vesznek részt. Varga István klarinét művész, a klarinét szaxofon tárogató tábor tanára. Ezt a tábort már 16. alkalommal tartják meg, de idén elsőként a Viharsarok helyett Dunaföldváron. Mindenki kap minden nap egyéni órát minden tanártól. Ezen kívül kamarazene foglalkozások, klarinét szaxofon zenekar, és két versenyünk is lesz a tábor ideje alatt. A 7. Köles István országos szaxofon versenyt rendezzük meg, itt most nem Békéscsabán, hanem Dunaföldváron, és szintén augusztus 27-én lesz egy országos klarinét verseny is. Jelzon 10 éves kora óta klarinétozik. Mint mondja, Varga István játéka és a hangszer kinézete tetszett meg neki annyira, hogy tanulni kezdjen. Vannak hosszú távú terveim a klarinéttal, ezért is jövök, és már egy ideje jövök ebbe a táborba, mert itt nagyon-nagyon sokat készülünk, és rengeteget feldob a, igazából a tudásunkban nagyon-nagyon sokat fejlődünk, szinte egy évet tudunk behozni ez alatt a néhány év, hét alatt, nem, hát nem néhány hét, néhány nap alatt, tehát egy hetes ugye a tábor, de én imádom, mert tényleg annyit gyakorlunk, annyit fújunk, és annyit vagyunk együtt a csapattal, és megismerünk olyan embereket, akik igazából később lehet, hogy a Zeneakadémián lesznek a tanáraink. A fesztivál programja tovább folytatódik. Pakson augusztus 26-án csütörtökön két eseményre is várják a közönséget. 17 órakor Bazsinka József Liszt díjas tuba művész koncertjét, 18 óra 30 perctől pedig Pákó Andreó jazz harsonás és az Elek Norbert jazz trió koncertjét hallgathatják meg a Pro Artis Művészeti Iskolában.